Hát sziasztok srácok, itt vagyunk megint az Endless Life-on, és itt van velem Tré és Don. Sziasztok! Szevasztok! És ez a videó ez arról szólna, hogy miért is nem volt Endless Life, és hogy mi az újítások, igaz? Így van. Na hát akkor kezdjük is el mutogatni, hogy mutasd meg Tré, merre van. De hát igazából már egyből látszódik, hogy a HUD teljesen más, az inventory más, a radar is más, szóval voltak ilyen alakítások, mert ugye bugosak voltak, mert mindenki hisztizett, hogy ilyen kopi, olyan kopi, atya úristen kopi, ezeket próbáltuk megoldani. Remélhetőleg nem kapunk már semmi ilyet, mert igazából nem is tudom, hogy miért kaphatnánk. Semmiért de... szerintem. De szerintem mi, ahány ember annyi vélemény, szóval biztosan lesz valami hiszti. Hát maximum miért lehet az az inventory, hát igen, Valhalla, viszont teljesen át van írva. Ja, teljesen. Meg persze, még azt is elfelejtettük mondani, hogy még a bejelentkező felület is más. Már mind a bejelentkezésnél, ugye az is teljesen más, ne indexelj már. Igen, majd ja, bocs. Utólag meg is fogom mutatni, vagy fogjuk, nem tudom. Kinek hogy van kedve, majd. Én majd csinálok róla egy kis részt. Akkor mutassuk meg, elmentünk ugye a ruhabolt mellett, és ami oda lett csinálva. Persze. A déli mellett ott egy ruhabolt, ugye. Visszám elég gyorsan. Ami ugye most is újítás. A déli az jelenleg nem változott semmit, csak annyi, hogy mellette lett egy ruhabolt, egy jó kis parkolóval, hogy tudjanak hova állni az emberek, mert azt tudjuk, hogy nagyon szeretik a délit, és akkor, hogy mindenki oda parkol, stb. Ezért én megkértem a mapperünket, hogy csináljon egy parkolót a déli mellé. Úgy működik ez az egész, hát... hogy belemész a fehér CP-be, és már tudod, egyszerre csak egy ember tudja csinálni. Ja, látom, mert eltűnt a CP. És itt van Don, lol. Aha, de azt nem látod, ahogy ő váltogatja a skint, ahogy kilép a skin vásárlásból, akkor persze, mint látjátok, rengeteg skin van, szóval szerintem mindenkinek lesz valami, ami tetszeni fog. Most akkor te is bele tudsz venni. Aha. Majd akkor lesznek. Addig Don, gyere, aztán nézd meg a, mutasd meg a, mi az, rádió. Van pár skin. Jaj. De gondolom rengeteg ebbe benne van a frakció skin is, nem? Persze, amit sajnos, ugye nem tudsz elvenni az ember. Benne van. Aha, az. Há, én azt nem tudom, hogy megvan-e úgy old, vagy... Ja, hogy várja, bocs. Eléggé jó skinek van. Na! Női skinek is vannak, elég jók. Direkt raktam be, már régebben is volt berakva, csak nagyon nem tudták, hogy hol van. Wow, hát... ez rengeteg skin. Mint 18 000. Igen, ó, van egy jó pár rádió. Azt rohadt mennyi van. Azt mondták, hogy a pairból wow. Az működik. És tényleg. Akkor micsoda? Ez itt a pairból az működik. Szóval tudod hangosítani, halkítani a zenét az autóban. Szerintem ez teljesen szuper. Így erősebb is tud lenni pár dolog, mint például a rendőröknél, hogyha túl hangos a zene, akkor mondja az emberkének, hogy légy szíves, halkítsa le, és akkor így a pervolla le tudja zsír halkítani, annyival több RP lehetőség. Szerintem ez így teljesen jó. Az, szerintem is. Igazából nem ez lesz a radar, hanem másik lesz, csak az még nincsen teljesen megoldva. Azt hiszem nagy a pingem és laggolt. Nekem is nagy valamit felugrik az 100-ra. Igen. Kicsikét. Ilyen ez. Szerintem mutassuk meg a VH-nál a munka dolgokat. Munkai dolgokat. Igen, mert az is változott. Nekem megy az index, amúgy vagy beakadt, nem tudom, de folyamatosan. Nem akar, vagyis igen. Úgy hagyta inkább. Doug Thompson, így van, valószínűleg az igazi Doug Thompson.
Hát akkor ugye maradt a régi mappolás a városházának. Mert szerintem nem néz ki szarul. Nem, hát szerintem ez kurva jó. Egészen pofás. Nagyon jó lett. Ugyanaz a leányzó van. Rányomsz, társalgás, és itt viszont ez megváltozott, mint láthatjátok. Ugyanúgy kiírja, hogy ki mennyit tud keresni, mivel foglalkozik, stb. Stb. Ugyanúgy a felveszel, felveszed, bezárod, bezárod, a per felmond parancsal meg felmondasz. Lehet hirdetni is felhirdettel. Hát... Áltet rakva. Nem telefon is. Ó, nem de jó. Azért. Itt ezt szeretném elmondani, hogy ugye két interjúr van. A jobb oldali, az a fölvisz a tetőre, ott egy ilyen helikopter leszálló van, a bal oldali meg levisz a földszintre, ahol bementél. Csak ugye ebből sokszor volt baj, hogy úristen, mi történt, nem tudok kimenni. Szám, hogy így most akkor elmondom. Hát akkor ugye az F11-ben természetesen kis furgonikon jelzi a szemeteseknek, hogy hova kell elmenniük. Az autóiskola ugyanúgy maradt a helyén. Természetesen. Majd Ray, itt azért engem elviszel, vagy elmegyünk a szemeteshez, mert el akarom mondani az embereknek, hogy hogyan működik, mert sokan megijedtek attól, hogy nem is kapják meg a pénzt a munkájukért, az közben ez nem is így működik. Hanem teljesen más. Az úgy van, hogy összeszeded a kukát és utána el kell menni. Ugye? Amint ezt természetesen szépen bemutatjuk, vagy bemutatom rendesen, nem tudom. Most majd előtte el is fogom mondani, hogy lehet látni, hogy csak 50 ezer forint van nálam. Majd megmutatom, hogy hogy fog ez működni. Kezdőpénz 40 ezer, tegnap átírtam 40 ezerre a 80-ról. És bankban van még pénz, tehát nem csak 40 ezer lesz összesen. A jó sok kocsit elvitt. Én beszállok ebbe. Ja, hogy ebbe ül valaki. Ja. Igen. Hát akkor itt mondjuk láthatjátok, hogy per kiszed parancs van, szóval nem az, hogy oda megy aztán pikpak lop mindent. Hát a radar az fehér négyzettel jelzi a CP-nek a helyét. Ez az emberke itt jelenleg nem tudom, hogy mit csinál. Valószínűleg afkol. Bocsika. A szerverre még mik várhatóak? Várható, még lesz több munka. Hát igen, lesz több játékosra, több játékosra természetesen több frakció is lesz. Még majd nem, idővel frakció, nem megpályázható. Több. Jaj. Akkor még több munka, több RP lehetőség. Úgy van, természetesen idővel kerül majd be trafipak, szóval nem fog mindenki száguldozni a városban, mert az úgy nem téma. Már készen van a script, már csak egy modell kell neki. Azt tudom, hogy csak egy modell kell. Wow, az mi? Ez jobbra. Mit is akartál elmondani? Autó, hát nem autó, miért? Lakópark. Ja, igen, mikor jogsit akartok szerezni, ott fel kell készülnötök, mert át vannak írva a kérdések. Tehát nem az alapszerűen TS kérdések vannak, hanem ez így van, nehezebbek. Hanem nehezebbek, azért nehezebbek, mert a való életből kerestem ki ezeket a kérdéseket. Szóval... utána kell nézni, hogyha nem megy, meg stb. Én nem fogom azt csinálni, hogy most mindenkinek segítek, idővel úgyis meg kell tanulnia, szóval
ennyiből is segítünk az embereknek. Na, annyi, hogy most láthatátok, beleálltam a CP-be, ki is írta, hogy álljak meg, várjak egy kicsit. Ó, megvan az első szállítás, fizetséget 25 ezer forint, mint látjátok, ez jelenleg még nem kaptam meg. Ez úgy lett megoldva, hogy több szemetet fel tudsz venni, addig, amíg tele nem lesz a kocsi. De hamarabb is le lehet adni, természetesen nem kötelező állandóan ugyanazt a mennyiséget összeszedni. Ez a pénz megkapás az úgy működik, hogy elmentek vissza, ahol vannak az autók, mint a szemetes kocsik. Ott van egy ilyen leadó CP, ott leadjátok a járműveteket, természetesen vele együtt a szemeteket is, és akkor odaadja nektek az összeget, amennyit összegyűjtöttetek. A szemeteket is. Köszönöm. Akkor nem lesz szemet. Igen, ez egy ilyen patkó lett, át lett rakva a blib, vagy csak nálam ilyen? Mit nálam tudom? Is. Ez mindenki. Akkor jó. Tényleg az szokott nagyon sok kérés lenni, hogy mutassuk meg a autókereskedést. Most lehetőséget kaptok rá, hogy meglássátok, már én meg fogom mutatni. Narancs, nem tudom, hogy jön-e. Itt van, már itt vagyunk. Itt vagyunk. Ja. Itt hagytatok. Infernus, azt veszem. Aha. Tessék, egy idét idehozlak. Tessék, leadtam. 24. Igen. És megkaptam a 25 ezer forintot, amit ugye megszereztem. What? Hát a kocsik, róla nem tudom, hogy mit mondjak. Yeah. Handling a szépen lassan be fog kerülni. Nem ígérem, hogy egyszerre. Mit nem tudsz? PML. Ez mi? Nem jó a PM. És akkor hogy írja neki vissza? Hogyha admin dutizol, akkor látod, és hogyha ja, pervá. Így pervá. Várjatok egy pillanatot, kérek. Durva az ez a skin. Admin dutiba. Lehet, hogy mindenki. Meg a fejed felett írja, hogy endless team. Így van. Azt látom. Ügyelni fogunk ezekre a itt hagyott járművekre, mert nem értem, hogy most megveszi, aztán elmegy, itt hagyja meg, stb. A bicikliről van szó, én megmondom nektek őszintén, én törölni fogom, mert nem egy nagy érték ez a bicikli, és ne hagyják csak úgy össze-vissza. Ha a kocsiról van szó, valószínű leparkozzuk máshova. De hogyha a gazdáját nem látjuk több napig, akkor természetesen az is törölve lesz, hogy fölöslegesen ne legyen úgy bent a játékba. Mit kéne még mutatni? Vajon van még valami, ami... Igazából nincsen más, ami újításként van, nem? Szerintem. Még elmondtuk nincs. Már azokat a dolgokat is, amik még várhatók a szerverre, ugye több munka, akár hogyha több player, akkor több fraki, pályázható meg. Én ezt most elmondom nektek, hogy nem tudom, láttátok-e, hogy én, meg a Trey, meg Narancs hogy fut. Én hisztizni fogok minden nap érte, hogy ezt csináljuk már meg, mert ilyen eléggé, már bocs, buzis futás. Ja. Nem, pont ezt akartam mondani. Hát... Nem tudtam mit kitalálni rá. Nem tudom, az ilyen kisebb ilyen lehetőség, vagyis ez a kis videó, szeretném elmondani nektek, hogy ugye sok hiszti van a frakciók miatt, mármint egy-kettő miatt. Azt akarom elmondani, hogy IC, senki nem tudja, hogy kinek a HQ-ja hol van. Ebből nagyon sok probléma szokott lenni. Mennem kell, csosztok!
Úgy bizony. Azt Mert köszönjük. elmegy a net. El fog menni a net. Az igen. Addig majd vágjátok majd ki, jó? Mert el fog menni a net. Gyárt. Így ennyi van. Lett volna így a bemutató videó részemről. Meg én részemről is. Remélem tudtunk segíteni. Hogyha problémátok van, természetesen keressetek minket. Vagy nem tudom, írjatok a YouTube hozzászólásaihoz, stb. Stb. Szerintem ezt mind tudjátok. Hát akkor ennyi lett volna mára. Köszönjük, hogy megnéztétek, ha megnéztétek. További szép nyarat mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok.